13 fejezetben fogalmaztuk meg a feladatainkat. Tehát itt hangsúlyoznám, hogy még egyszer talán már tettem, a közös munka innentől kezdődne. Rögtön kiemelt a közösségi board marketing, de én nekem az egyik messzopraripám a hiteles minőség, ami lehet, hogy most itt túl általánosságnak hangzik, de ennek a kibontása is ebben való gondolkodás, de ugyanúgy az önszabályozás. Beszéltünk róla, hogy főcégként azt fogalmaztunk meg, hogy hosszú távon biztosítani a jövedelmezőséget az ágazatban, ami talán még odáig is elérhet, hogy önmagában megáll a lábán, és nem szükséges csak a támogatásban gondolkodni, ami egyetemen fontos, hisz az ágazat is tőkeszegénységgel küzd. És utoljára adtam, de nyilván talán az egy legégetőbb kérdés, mert nem csak a mi ágazatunkat érinti, hogy az utánpótlás. Ez az mind a gondolatunkra, szakképzésre, oktatásra, de mi ezt összekapcsoljuk a kutatással. Nagyon sok fog azon múlani, és meghatározó lesz, mivel egy kézi munkaerőigényes ágazat, csak zárjában mondom, tehát munkát is tud biztosítani széles rétegeknek, vagy tudna, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani. Tehát most csak egy-két ilyen szemezgettem, egy-két pontot kiemeltem. Köszönöm szépen. További kérdések is? Még egy választ akartam. Az első kérdés a fejlesztésekre vonatkozott. Itt, ahogy korábban foglalkoztam, hogy a hazai és a közösségi források koordinációjával egy olyan közös szakmai alapot kívánunk biztosítani, és ez nem csak volt témában, hanem valamennyi egyéb turisztikát érintő fejlesztéssel kapcsolatban, amely során olyan egységes szakmailag átgondolt fejlesztési procedúrát szeretnék a gyakorlatban érvényesíteni, amely a forrás felhasználást a leginkább optimálisá teszi. Értem ezzel azt, hogy amennyiben borturizmusról van szó, ott nyilván nem csak borászatok és maga a kínált termék, maga a borról van szó, hanem oda kell egyéb olyan attrakció, illetve olyan szálláshelyfejlesztés, olyan vendéglátókapacitás, olyan egyéb infrastruktúrális beruházásokra van szükség, amelyet önelőtőre vagy a vállalkozó magukban tudjuk megvalósítani. És ezek a forrásoknak az olyan szakmailag egységesen biztosított felhasználását igyekszünk elősegíteni, amelyek többek között a borturizmust is fejleszteni tudják. A második kérdésére válaszolva a költségvetés, a jövőjű költségvetés már elfogadták. A turisztikai célelőnyelzet, amely a Magyar Turisztikai Ügynökség finanszírozását szolgálja a saját bevételeivel. A költségvetési források jelentősen nőttek az eddigiekhez képest. Itt két fő részletre különíteni, van egy kifejezetten egy fejlesztési forrás, illetve van a működés és a marketing finanszírozására szolgáló forrás. Ez összességében a tavalyhoz képest már négyszereződött, ha úgy fogalmazottunk, akkor a működés és a marketing a duplájára nőtt, és lekerült emelni még egy plusz fejlesztés. Erről egyébként korábban már volt egy tájékoztatás, a költségvetési törvény hatályba lépésével ez nyilvános is lett. Hogy pontosan board marketingre, vagy gasztronómiára, vagy egyéb szakmai tevékenységre milyen dedikált keret van, ez itt majd egy későbbi üzleti tervezés során, amennyiben ez napvilágot lát, akkor lesz megismerhető, ennyire meg is fogok tudni most nyilatkozni. Korábban úgy fogalmaztam, hogy a board marketing az egyik kiemelt tevékenység, az ügynökség feladatai között, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy kitüntetett forrásallokációval, illetve kitüntetett forrásokkal is fogja tudni segíteni majd az ágazatot. És így a külföldi kiállítások kapcsán volt még kérdés, ugye, hogy a
források, illetve milyen nagyságrendű forrást kívánunk erre a kalakázni. Meg a Kína, stb. A core marketing koncepció fogja tartalmazni azokat, a fő célpiacokat. Itt több rétege lesz ennek a koncepciónak. Az egyik a piacra jutás elősegítése, a másik pedig a magyar korok ismertsége, elismertsége, és az egységes ország kép kialakításában betöltött szerepe, itt egy kitűnő diplomáciai eszköz is, amely a leggyakrabban előkerül, úgyhogy azt mondom, hogy már nagyon népszerű és egy nagyon jó téma lesz, és azt mondom, hogy